Többek között a fiatalokból álló rezes banda, a Human zenekar is fellépett az elmúlt hétvégén megrendezett Tolnai Városnapon. Idén a programok a hagyományoktól eltérően nem a megszokott helyszínen, a Hősök terén zajlottak, hanem a Tolnai Kulturális Központ udvarán. Továbbá csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező emberek élvezhették a rendezvényeket. Azonban az új helyszín és a szigorú ellenőrzés sem szegte senki kedvét, hiszen közel másfél éve ez az első esemény Tolnán. Napközben a kisebbeket gyerekprogramokkal szórakoztatták, majd az Alma együttes zárta a délutánt. Én azt gondolom, hogy az élet bennünket igazolt, mert még a jó Isten is szeret bennünket. Délelőtt egy kicsit izgultam, hogy esni fog-e az eső, vagy nagyon hideg lesz-e, de a gyerekprogramokon már rengetegen voltak délután, és most is nagyon sokan vannak. Én remélem, hogy este is maradnak, és nyilván a rendezvény csak addig fog tartani, amíg a jelenlegi korlátozások azt lehetővé teszik. Az estét a Zanzibar Rock együttes koncertje koronázta meg. A zenekar frontembere a fellépés előtt elmondta, hogy rendkívül izgatott, ugyanis másfél éve ez az első fellépésük. Valószínűleg elég sok ember jár ebben a cipőben, legyen az vendéglátós, vagy bármilyen más, tehát nagyon sok ember vesztette el a munkahelyét, úgyhogy én most megpróbálok örülni annak, hogy ma itt vagyunk Tolnán, és végre a közönséggel találkozhatunk, és remélem, hogy ők is örülnek, és várják ezt. A program sorozat egyébként május 21-én kezdődött, a hagyományok szerint kiállítással. A Tolnai Gimnázium egykori diákja Orbán László festményeiből nyílt tárlat a Mokházban, Tolna a szememben címmel.